Sziasztok, Bérci Róbert vagyok, és ma is hoztam nektek egy finom és gyorsan elkészíthető, nagyon jó kis receptet, amit bárki otthon percek alatt el tud készíteni. Mint azt már az előző videóban is mondtam, igyekszem mindig azon kívül, hogy tartós élelmiszereket használok, tehát konzervet, mirelitet, rizslizt, olaj, stb. Tehát mindent, ami otthon most van, felhasználni. Emellett azért ilyen friss dolgokat is célszerű belecsempészni az ételeinkbe, hogy ezzel egy picit azért változatosabbá tegyük a mindennapi táplálkozásunkat. Arra kérek mindenkit, akinek vannak jó ötletei és jó receptjei, az ne felejts el, töltse fel a kupádra és ossza meg másokkal, mert ezekben a napokban, amiket most élünk meg, szerintem azért sok ember van, aki annyira nem tud jól főzni, és most otthon maradt, és szüksége van a jó receptekre és a praktikus ötletekre, a gyors megoldásokra, amivel ugye a munkánk és a gyerekeink mellett azért időt is bírunk nyerni a főzésre, és hogy azért egy ilyen normálisabb életvitelbe tudjunk maradni, és ezért úgy gondolom, hogy a jó, gyors, finom receptekre igenis szükség van. Ugye tegnap is már mondtam, hogy konzervet, mirelitet fogok használni, viszont az is nagyon fontos lenne, hogy a maradékot, ami előző napról megmarad, azt hogyan tudjuk eldolgozni esetleg a következő nap, úgy, hogy abból azért valami finomság kerekedjen. És ugye nálunk tegnap harudacska volt, párolt rizssel, emellé csináltam egy salátát, viszont megmaradt a párolt rizs, ugye, hogy mit is kezdjünk vele. És akkor jutott eszembe, hogy egy nagyon jó tonhalas rizs saláta receptem van, és ezt fogom nektek is megmutatni. Ugye konzerv babot, konzerv tonhalat fogok hozzá használni, de lesz benne azért egy kis friss összetevő. Meg is mutatom rögtön, akkor így a kamerát ide fordítom, és akkor mindenki látni fogja. Tehát így is így látszik. Tehát itt van a tegnapról megmaradt párolt rizs, ezt kihűtöttem. Ugye, és ahogy mondtam, konzerv bab, a tonhal konzerv, olajbogyó, ami szintén tekinthetjük konzervnek nyilván, mert nem friss, és akkor a friss hozzávalók pedig egy nagyon kevés piros kápia paprika, ízesítjük majd egy pici petrezselyem zölddel, lila hagymával, illetve az egészet meg fogjuk bolondítani citrommal, és amit még én elfelejtettem, de itt van előkészítve, az pedig majd meg fogjuk locsolni olívaolajjal. Jó, szerintem ezt mindenki egyszerűen el tudja otthon készíteni, úgyhogy akkor lássunk is neki. Tehát itt van a rizs, és akkor gyakorlatilag ebbe, mindegy, hogy milyen sorrendbe, elkezdjük a hozzávalókat belepakolni. Először a babot, ugye ez a vörös kidney bab konzerv, olajbogyó, a piros paprika, lehet ez kaliforniai paprika is esetleg, nem muszáj, hogy kápia legyen, lehet zöld, sárga, teljesen mindegy, hogy milyen színű. Igazából az a jó ebben a receptben, hogy ha valakinek uborkája van otthon, vagy csemege kukoricája, nem szereti a babot, akkor nyugodtan elkészítheti azzal is. Nem egy kőbevésett, nem egy kötött recept. Jó, a lila hagyma, ehelyett is lehet esetleg zöld hagymát, új hagymát, snidlinget, bármi ilyesmit használni. Jó, akkor a petrezselyem zöld. És akkor a tonhal konzerv. Nyugodtan rajta lehet hagyni a konzervnek az olaját, nem lesz tőle rosszabb, csak jó ízt ad az ételnek. És akkor az olívaolaj. Ezzel is meglocsoljuk. És ízesítjük a citrommal. Jó, ha esetleg a citromnak itt belekerül a magja, azt azért vegyük ki, mert nem valami finom ráharapni. Jó, és ha ezzel így megvagyunk, akkor csak összekeverjük. Látszik is, hogy nagyon szép színes. Nekem picit a sárga szín hiányzik belőle, úgyhogy ha van otthon sárga kaliforniai paprika, vagy csemege kukorica, akkor nyugodtan azzal is el lehet készíteni. Jó, ha ezzel megvagyunk, akkor célszerű. Ha ezzel megvagyunk, akkor célszerű ezt egy picit a hűtőbe rakni, hogy összeérjen, akár magába is fogyaszthatjuk, lehet egy pici pirítós kenyérrel, vagy valami sült dolog mellé, mondjuk egy natúr szelet, egy natúr hal,
bármi mellé nyugodtan fogyaszthatjuk. És arra kérek mindenkit, hogyha van egy jó ötlete, van egy jó receptje, amivel tud segíteni másoknak, arra kérem őket, hogy töltsétek fel a Cookpadre, és osszátok meg a többiekkel. És hogyha ez a recept pedig tetszett, akkor készítsétek el, és egy fotós kommentet küldjetek el nekem. A videó alá el fogom készíteni a receptet, ott lesz a linkje, úgyhogy majd a Cookpaden láthatjátok. Sziasztok!